Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ugye szoktam videót készíteni akkor, amikor a bajnokságok, top bajnokságok a felénél járnak, mert én úgy vagyok fel, hogy ilyen néhány forduló után még nem lehet nagyon megmondani, hogy, hogy kinek mekkora esélye van arra, hogy megnyerje a bajnokságot, tehát hogy milyen pozíciót foglaljon majd el. De lassan közeledünk a bajnokság feléhez, és most a világbajnokság volt az, ami egy kicsit bezavart, mert ugye három hét múlva, három héten belül kezdődik a VB, tehát ez azt jelenti, hogy szerintem nagyjából egy vagy két forduló, hogyha a hétközi forduló is lesz, akkor, akkor nagyjából olyan két forduló van már csak hátra a VB-ig, ez azt jelenti, hogy idén már nem nagyon lesznek bajnoki mérkőzések, és úgy voltam vele, hogy akkor csináljuk meg ezt a, a videót most, ilyen 14-15 forduló után a top bajnokságokban. Kezdjük a top bajnokságok top bajnokságával, a Premier League-gel. Hát ugye volt arról szó az elmúlt egy-másfél évben, hogy egy szuperligát akarnak létrehozni az európai élcsapatok, és én úgy gondolom, hogy ez fölösleges, mert a Premier League az, ami a Superliga jelen pillanatban, hogyha most azt kell, hogy mondjam, tehát hogyha volna ki kellene a csapatokat emelnem, akkor kapásból most így ránéz, és azt mondom, hogy 5, 6, 7 csapatot lehetne mondani, amelyik az az igazi top csapat. Azért ez egy 20 csapatból, ez a 7 csapat, ez nagyon sok. Jelen pillanatban az Arzenál, némi meglepetése az Arzenál vezet. Az elmúlt években azért azt láthattuk, hogy Ártétáik, Mikel Ártétáik nagyon jó munkát végeznek, és jönnek fel, mint a higany. A másik helyen a Manchester City, harmadik helyen a Newcastle United van, negyedik helyen a Tottenham, ötödik a Manchester United, a top csapatok közül még a Chelsea a hetedik, és nyolcadik helyen van a Liverpool, ők 13 mérkőzést játszottak csak le, az Arzena, bocsánat, a Newcastle, a Tottenham, meg még néhány csapat már 14 mérkőzést is. Most itt 13 mérkőzés után én úgy gondolom, hogy a legnagyobb esély a bajnokság megnyerésére a Manchester City-nek van. Ők azzal, hogy a nyáron megvásárolták Hollandot vagy Hollandot, én úgy gondolom, hogy ezzel ők csatárposzton gólokat tekintve bebiztosították magukat egy olyan jó tíz évre, nyolc évre, annyira biztosan. Tehát az a csávó az egy zseni. Akkor tudják felvenni a Manchester City-vel a harcot, hogyha esetleg egy most mondok egy példát, egy Liverpool van, egy Chelsea-ben, vagy egy Manchester united ban mely én úgy gondolom, hogy ez a három csapat lehet képes arra, hogy kiadjon annyi pénzt érte, amennyit kellene. Ugye, az, hogyha Kilian Mbappé-t megvásárolnák. Ugye a liverpool az elmúlt hetekben összeboronálták már Mbappé-t, mert a PSG-nél, hát most összeveszett a vezetőséggel. Én mondtam, hogy ez egy nagyon szar szerződés, és ez minden szempontból egy nagyon szar szerződés, amit a nyáron, vagy hát amit még pár hónappal ezelőtt aláírt a srác. Ennek most megvan a bőtje, de most igazából Premier League-ről van szó. Az Arzenálnak a lendületek kérdéses, hogy mennyire fog kitartani a végére, Szerintem annyira nem, mert nagyon sok olyan mérkőzés volt, amit csak ilyen egy hoztak. Itt volt egy döntetlenük, és az nem is tudom ki ellen, a Southampton ellen. A Manchester City-nek az egyetlen egy vereség az elmúlt öt mérkőzésen az a Liverpool ellen volt. a Liverpoolnak most annyira azért nem megy, tehát a, a, ezzel már szerintem most elvágták magukat, tehát bajnokságot nem fognak nyerni. Annyi lehet bennük, hogy visszaküzdik magukat a top 4-be, de a, a, az idei bajnokságot azt nem fogják megnyerni. Én úgy gondolom, hogy a Manchester City fog nyerni. Második helyre oda tenném az Arzenát, mert ettől függetlenül tényleg nagyon jó kis csapat lett, és azt szerintem az lesz majd itt a döntő, hogy a, azokon a meccseken, amik, amikor, egy ilyen, amikor ilyen kisebb csapatok ellen, vagy gyengébb csapatok ellen játszanak, hogy azokat hogy tudják majd hozni. Én úgy gondolom, hogy az Arzenálnál ott lesznek majd ilyen szempontból problémák, és ők lesznek majd azok, akik majd pontokat hullatnak el. Harmadik helyen van ugye a Newcastle, ez mondhatnánk azt, hogy némiképp meglepetés, de most már nyáron azért a Newcastle belekezdett vásárlásokba, erősítésekbe, ugye ha azt nézzük papíron a világ leggazdagabb csapata, tehát van mihez nyúlniuk. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon kell majd a Newcastle-lel számolni, ha egy ilyen tudatos építkezést kezdtek el, akkor talán egy ilyen három éven belül érhet be így a, do a dolog náluk. A Tottenham negyedik helye annyira nem meglepetés, Conte kordában tudja tartani a csapatot. Már azért azt nem lehet mondani a Tottenhamre, hogy mondjuk bajnoki címre esélyes legyen, ettől függetlenül azért mégiscsak jó kis csapat és jó az alapanyag, de, de szerintem ez a negyedik helyez reális. Ott van a Manchester United, ahol hát folyamatosan azt lehet hallani, hogy hú, most nyáron, ugye, hogy most megerősítik a keretet, most kidobják azokat a játékosokat, a játékosokat akik nem kellene, egy-kettő játékostól sikert azért a nyáron megválni. Most a következő kérdés majd az lesz, hogy Cristiano Ronaldo ott hogyan intézik a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy most már mind a két félnek az lenne a legjobb, hogyha megszüntetnék ott nyár, télen majd a szerződést, és Ronaldo eligazolna onnan. És a United tovább tudna lépni, mert én úgy gondolom, hogy Ronaldo az elmúlt évben nagyon sokat tett a csapatért. Idén már azért látszik rajta az, hogy annyira nem tud sokat tenni a csapatért, és tovább kell lépni. A United hosszú távon sikeres lehet majd valamikor, talán, de az elmúlt éveknek a rossz eredményeit. Nem tudják ilyen egy-két szezon alatt eltörölni. Hatalmas lemaradás, például egy City-vel szemben, egy liverpool szemben, hogyha csak akár a játékos keretet nézzük, meg stabilitást tekintjük. Most nyilván a Liverpoolnak a nyolcadik helye az azért annyira ne legyen csalóka. Én úgy gondolom, hogy ez még fordulhat, tehát a Liverpool, én úgy gondolom, hogy az idén vége fele, vagy végére a United előtt lehet majd. A Chelsea-ről ugyanez a véleményem, ott ugye volt egy edzőcsere, és hát ott, ott valami nagyon szétcsúszott, és nem biztos, hogy ott az edzőnél kellett volna keresni a, a hibát, mert a legutóbbi öt mérkőzésen már úgy vezető edzője volt a chelsea és öt meccsből egy győzelem, két döntetlen, Brentford ellen, jó, itt volt a United ellen is, Brighton-tól kikaptak négy egyre, te jó Isten, és kikaptak az Arzenától is, tehát egy, egy olyan kerettel rendelkező csapat, mint a Chelsea, ezt nem engedheti meg magának. Úgy gondolom, hogy idén ez a hetedik hely, ez, le, ez reális lehet nekik, mert náluk nem látom azt, hogy ki, hamar ki tudnának mászni a, a szószból. A Liverpoolnál látom azt, hogy ők esetleg előbb végezhetnek, majd a United összeteti a két kezét, hogyha ezt az ötödik helyet megszerzi, és én úgy gondolom, hogy a Manchester City lesz majd a végén a bajnok. Ugyan nem topliga, de hát ugye mégiscsak a mi bajnokságunk a Magyar MB1, az OTP Bank Liga, és ott a Ferencváros hát három ponttal vezet csak a Kisvárda előtt, de azért ez egy kicsit csalóka, mert ők kettő mérkőzéssel kevesebbet játszottak. 29 mérkőzés, vagy bocsánat, 12 mérkőzés után 29 rúgott gól és 10 kapott gól, hát azért ez egy elég szép gólarány. Tehát az látszik, hogy hogy támadásban is, meg védekezésben is a Fradi nagyon, nagyon ott van a, a szeren. Osztálykülönbség van a Fradi és a többi csapat között. Persze volt két vereség, de hát azért a Fradinak azért helyt kellett állni egy Európa Ligában is, ahol sikerült is ugye helytállni, tehát lesz ott ugye tavasszal is mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy a Fradit az elkövetkezendő években nem lehet majd nagyon megfogni, mert amire úgy gondoltam, hogy esetleg a puskás akadémia lesz majd az, amelyik úgy stabilan ellenfelük lehet. Idén negyedikek, nincsenek annyira, 14 mérkőzés után nincsenek annyira lemaradva ez tény, de én úgy gondolom, hogy ez a negyedik hely ez jelen pillanatban reális lehet nekik, talán egy picit még feljebb tudnak menni. Másik helyen van ugye a Kisvárda. Én velük kapcsolatban tévedtem, mert a tavalyi, Tavaly ugye nagyon jól kezdtek, és én úgy gondoltam, hogy ezt a tavalyi teljesítményt nem fogják tudni majd megismételni, vagy stabilan tartani, de mégiscsak ott vannak a másik helyen. Velük kapcsolatban úgy néz ki tévedtem, mert valami Kisvárdan nagyon jól összeálltott, azóta volt edzőcserés, az se meg nagyon a csapatot, tehát ez a, ez a top három, top 4-ben ott tudnak lenni, szerintem stabilan. Harmadik helyen a Kecskemét van ugye, amely annyiban meglepetés, hogy ők ugye frissen jutottak fel. Én nem érzem, jelen pillanatban úgy vagyok velük, amit a Kisvárdára mondtam tavaly, hogy én nem érzem azt, hogy ők annyira stabilak lennének, vagy, vagy lehetnek majd hosszú távon, aztán ki tudja, lehet, hogy velük kapcsolatban is ö, tévedek. Ott elég nagy a kontraszt jelenleg a két feljutó csapat között, tehát a Kecskemét harmadik, a Vasas meg ö, abszolút kieső helyen van, és én úgy gondolom, hogy ők majd szépen vissza is fognak esni, és én nem gondolom azt, hogy ők bent tudnak majd maradni. Ott is volt már ugye egy edzőváltás, tavaly ugye Kuttor Attilával jutottak fel, és akkor a kecskemét előtt végeztek ugye az MB2-ben. Onnan kirúgták Kuttor Attilát, de én most meg nem mondom, hogy ott ki az edző jelen pillanatban. Nézzük meg a, a csapatnál, mert most kíváncsi vagyok. Kondás elemér. Hát akkor... Irány a másodosztály, mert én a munkáját, azt nem tartom mondjuk úgy semmire se. Aztán ki van még itt? Hát ugye vannak itt olyan csapatok, amelyekről nagyon nem érdemes beszélni, tehát egy Zalaegerszeg, Paks, Debrecen, nagyjából olyan helyen vannak, amit ugye is várunk tőlük. Az Újpestet nagyon sajnálom, hogyha kiesne, mert fradistaként azt mondom, hogy egy Újpestre szükség van az nba egyben nagyon nagy szükség van az nb 1 ben mert ha a rangját nézzük egy Ferencváros újpest mérkőzésnek, az Európa szerte is egy rangos esemény, függetlenül attól, hogy tényleg osztálykülönbség van a két csapat között. Hozzáteszem, hogy ha a teljesítményük alapján kiesnek, akkor nyilván jogos lesz az, hogy kiesnek, de én nagyon sajnálnám. Jelen pillanatban ugye a Honvéd, a, ami, ami még kieső, ott az évek során, tehát ott ugye elértek a csúcsra, amikor megnyerték a bajnokságot még Márko Rosszival, és onnantól kezdve folyamatosan lefele, folyamatosan lefele tartanak, nem volt egy olyan szezonjuk se, amikor esetleg így a top csapatok, vagy a top három közelében lehettek volna úgy igazán. Könnyen, a Honvédot annyira nem, sajn, nem, fogom sajnálni, mert, mert, az, amit ahol tartanak, azt egyedül maguknak köszönhetik. A Mol is ugyanez a helyzet, hiszen a Molfehérvárnak pár évvel ezelőtt még ugyanolyan költségvetése volt nagyjából, mint a Fradinak. Sőt, még volt olyan szezon, amikor öm, a Fradinak a, a elnöke öm, mondta azt, hogy hogy a Fehérvárnál még komolyabb a költségvetés, mint a Fradinál. Hát ö, szerintem ott azért már változott azóta a situ, de a Molfehérvárnál nem kéne nyolcadik helyen ö, lenniük. Most ugye volt ott is egy edzőváltás, én nem hiszem egyébként, talán egy kicsivel elleni feljebb tudnak majd menni, de, de ez egy elég komoly lemaradás, nem csak a pontokban, hanem egyszerűen minőségben is egy elég komoly lemaradás. Itt van a Bundesliga, ahol a Bayern München jelenleg vezet, második a Freiburg, harmadik a Union Berlin, negyedik a Dortmund, csak így a, tudom, így a top hatig elmegyünk, Frankfurt az ötödik és a Lipsa a hatodik. A Bayern münchen évek óta nem tudják igazán megfogni a német bajnokságban, szerintem nem is fogják tudni őket megfogni. A Lewandowski dologból jól jöttek ki, jól tudták pótolni, nem volt fennakadás, 41 gólt rúgtak 13 meccs alatt, a másik Freiburg 20 gólt rúgott, azt nézem most, hogy melyik az a csapat, amelyik utánuk a legtöbb gólt rúgta, Frankfurt 27 gólt rúgott, és 21-et kaptak, még mellette 12 gólt kapott összesen a Bayern München, nem fogják tudni őket megfogni. A Freiburg, Union Berlin, Dortmund, ők még tudják valamennyire tartani a lépést. Az, hogy a Freiburg a másik, az annyira nem nagy meglepetés, mert az elmúlt években ők is nagyszerűen építkeztek a Frankfurtnál. Ugyanez a helyzet. A Dortmund azzal, hogy hálandóan eligazolt, némiképp azért tudták ott pótolni, mert ugye Adeyemit leszerződtették a Salzburgból, Ugye sajnálatos módon történt egy olyan eset is, hogy az egyik friss igazolásukat nem tudják használni, és valószínűleg nem is fogják már tudni majd soha. Sebastian sajnos, Hellőnek sajnálatos módon rákot diagnosztizáltak. Ezáltal ugye nem, tudja, nem tud a csapattal együtt dolgozni. Én nem hiszem, hogy ő vissza fog térni. Én minden jót kívánok neki, és én ahogyan így olvastam, jó, nagyon jók az esélyei, de szerintem ő már nem nagyon fog visszatérni a, a Dortmundhoz. A Dortmundnál nagyjából így, hogyha tudják tartani a lépést a Bayernnel valamennyire, akkor azért évek, az elkövetkezendő évek, meg, években, meg akár így az év végére, így az a második hely, másik harmadik hely az reális lehet. A Lipcse, hát mivel egy, a Lipcse egy olyan csapat, amelyek ugye mindig gyűjti oda a fiatal tehetségeket, ezért mindig megtörténhet az, hogy az egyik évben jobban szerepelnek, az utána lévő évben meg ugye van egy kicsi visszaesés ott nagyjából itt a top 5 tudom elképzelni, ez a hatodik hely az annyira nem reális, ott még azért majd előrébb tudnak menni, mert hogyha a legutóbbi öt mérkőzéseket nézzük, a top 6 csapatok közül egyedül a Bayern az, amelyik nem kapott ki nekik, van ugye, van ugye, egy döntetlenjük, és a Lipcsének vannak még szép eredményei, mert ők az öt meccsből három győzelem és két döntetlen, volt egy a Mainz ellen, meg volt egy az Augsburg ellen egy, egy döntetlen. Ugye én úgy gondolom, hogy, hogy ők azok, akik még egy kicsit előrébb tudnak majd lépni, de én itt nagyjából nagy, tehát én ilyen nagy változásokat azok úgy, úgy nem gondolnék. Kieső helyen van a Sáke, ugye, amelyik visszajutott a, az első osztály, vagy hát a Bundesliga-ba, de azzal lendülettel ki is fognak esni. 13 mérkőzés alatt egy győzelem, három döntetlen és 9 vereség. Ez erre nem, lehet, nem, nagyon lehet mit mondani. A két fix kieső, az meg megvan, ugye a Bohum és a Sáke és utána ott még, hogy a Stuttgart, vagy a Herta a Leverkusen az még meglepetés, mert ugye ők a BL-ben is részt vettek, Öhm, ott is valami elcsúszott, legutóbbi öt mérkőzésből összesen két győzelmük van, én szerintem ők majd még talán feljebb tudják majd tornászni magukat így a 9.-10. hely környékére, de úgy nagyjából ennyi. Nézzük az olaszokat, ott mi a helyzet. Napoli vezet, Ácsi a második, Láció a harmadik, Atalanta, Juventus, Róma, Inter. Ilyen sorrendben vannak. A Napolinál valami tényleg nagyon összeállt, legutóbbi öt mérkőzésüket nézve nincsen vereségük. 13 mérkőzés alatt nem tudták őket megvenni, tehát nagyon jól tartják magukat. Én úgy gondolom, hogy ezt az évet ezt be is fogják húzni. Az, hogy a későbbiekben, hogy ott hogyan lesz, mint lesz, nem tudom, mert hosszú távon egy Ácsi Milánnal Nehéz lesz tartani a, a lépést, meg én úgy gondolom, hogy ha idén nem is, de a Juventus jövőre azért majd vérszemet fog kapni. Láció, Atalanta, az elmúlt években nagyjából ezeken, ezeken a helyeken lehetett őket látni. A Juventusnak az ötödik hely az. Hát most az legutóbbi öt mérkőzésükből azért négyet behúztak, tehát már kicsit elindultak felfelé, de ők a bajnokság volt voltak kieső helyen is, ha jól emlékszem. A Juventus pedig elég jó alapanyag van ott, ott van például Vlahovics, ugye, aki az egyik legtehetségesebb fiatal csatár Európában megszerezték valami 60-70 millió euróért a Fiorentinától, és jó, persze egyébként Vlahovics nagyon jó csatár, de, de nem, nem tud ö, ö, olyan ö, sokat hozzátenni a játékhoz, hogy, hogy előrébb legyenek, 10 pontos a lemaradásuk a Napolival szemben, ezt nem fogják tudni behozni. Talán előrébb tudnak egy kicsit menni, de a Juventusnak ezt az évet, ezt így, ezt így be kell áldozni, ahogyan az előzőt is, meg még az előtte lévőt is. Hatodik az AS Róma, Murinyóval nagyjából ezt a, ezt a helyet tudom kell elképzelni. Tavaly ugye megnyerték a konferencia ligát, ez egy nagyon szép eredmény volt, és én úgy gondolom, hogy ez a hatodik helyez teljesen reális, a játékos keretet nézve, meg hogy a későbbiekben milyen lehetőséggel lesz majd, vagy lehetőségei lehetnek az Ájsz Rómának, ez a hatodik hely szerintem teljesen reális, és ezzel nagyjából meg is kell elégedni. Hetedik helyen van az Inter, amely most a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet nyert meg, és volt egy vereség a pont a Juventus ellen, és itt volt egy kis helycsere. Az Interből én azért többet néznék ki így a későbbiekben, ha más nem, majd inkább jövőre, de idén én úgy gondolom, hogy így az ötödik, hatodik hely az, az meg lehet nekik. A kiesőkről meg, vagy hát így a tabella alsó részéről nagyon nincs mit mondani, mert ott ez nagyjából, nagyjából, ezt lehetett így elképzelni a bajnokság eleje óta nagyjából ez, ez a tendencia van, hogy kezd szétszakadni a bajnokság, ezt szétszakadni a, a szérű A, de az, hogyha mondjuk egy olyan befutó lesz, hogy ilyen néhány fordulóval a vég, vég előtt ilyen 5-6 pontos különbség van az a első és az első csapat, mármint aki a ligában az első és az üldöző között, az szerintem megint egy ilyen izgalmas befutó lesz majd, vagy izgalmasabb befutó lehet. Nézzük Spanyolországot, hogy mi a helyzet, jelenleg a Barcelona vezet, második a Real Madrid, harmadik az Atletico, negyedik a Betis, Osasuna, Real Sociedad. Én évek óta azt mondom, hogy a La Liga az azért egyre unalmasabb, mert ö, ö, itt igazából ilyen izgalmas páracok nem lehetnek. Mi lehet izgalmas egy La Egy El Clásico, tehát egy Barcelona-Real Madrid, esetleg egy Barcelona-Atletico, meg egy Real Madrid-Atletico. Azon kívül más izgalmas mérkőzéseket nem nagyon tról kell Jelen pillanatban a Barcelona vezet két ponttal. Én úgy gondolom, hogy a bajnokság meg lehet a barszának, de ott ugye nagyon komoly problémák vannak, főleg anyagi problémák, nem rendeződtek ezek a dolgok, hiába értékesítettek mindenféle ö, ilyen merchandising, jogot, ö, meg a közvetítések kapcsolatban, hogy még miket értékesítettek, ez, ez oké. Okay. Illetve nem is a közvetítések, hanem ugye a média. Ö, Kirendeltségüknek egy részét értékesítették, vagy nem tudom. Pénzügyileg ők úgy gondolták, hogy stabilizálták magukat, csak ugye már volt erről cikk, hogy ők azzal számoltak, hogy a Bajnokok Ligájában a negyed döntőig eljutnak, és a költségvetést ez szerint írták meg előre, ez szerint kezdtek el azért már akár nyáron is költekezni. Hát ugye ez nem fog összejönni, tehát ott már eleve az évvégi költségvetésben lesz egy 40 milliós mínusz amikor rendezték a dolgokat, akkor elkezdtek költekezni, mint az állat. Rengeteg új játékos jött, komoly szerződéseket írtak alá ezekről a játékosokkal. Én úgy gondolom, hogy ez még visszaüthet nekik, mert hogyha elkapnak megint egy rosszabb periódust, és esetlegesen visszacsúsznak, akár már egy második hely is szarab nekik pénzben, meg valamiért nagyon beüt a gebasz, és kiesnek gyorsan az Európa Ligából, ne adj Isten, visszaesnek a harmadik helyre, akkor nagyon szarnyara lesz majd a Barcelonának. Úgy gondolom, hogy a Real Madridnál Ancelotti nagyon jól tartja a csapatot, úgy, hogy, hogy, olyan nagy szerkezeti beavatkozások az elmúlt években nem nagyon voltak. Még, még úgy azt is túlélte a csapat, hogy leigazoltak egy Jeden Hazardot, és baromira nem jött be, tehát azért ez is egy érdekes dolog. Úgy gondolom, hogy lassan el kéne kezdeni majd benzema a pótlásán gondolkodni. De ez majd még a, a jövő zenéje. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ez lesz majd egy a bajnokságnak a vége. Barcelona, Real Madrid, passz, nem tudom, hogy ki fog nyerni. Jelen pillanatban megjósolhatatlan. Én most úgy gondolom, hogy a Barcelona azokat a meccseket, amik gyengébb csapatok ellen lejátszott meccseket, azokat mindig jobban tudta hozni, mert most is a Real Madrid ki ellen kapott ki, a Rayo Vallecano ellen kapott ki 3-2-re, előtte volt a Girona ellene egy döntetlenjük, ezeket a meccseket hozni kell. Tehát, hogyha ezeket nem tudják hozni, akkor, akkor nem fognak tudni bajnokságot nyerni. A Barcelona az, amelyik fogja tudni ezeket a mérkőzéseket hozni, és akkor eljuthatunk oda, hogy a következő elklasszikónál már teljesen mindegy, hogy a Barcelona nyer, attól függetlenül bajnok. Hát aztán itt van ugye a francia bajnokság, ami hát hivatalosan topliga, bár én, én annyira nem tartom erősnek. Van egy PSG, amely az elmúlt öt meccsét tekintve négyet megnyert. Volt egy döntetlenjük, az ki ellen volt Reims, Reims, Reims ellen. Nem lehet őket megfogni. Másik helyre, meg hogy ki fog bejönni, a Lansznak nagyon jó éve van, a Renn is elég szépen feljött. Marseille is egy, hát mondjuk ott a legutóbbi jött mérkőzésből azért hármat elveszítettek, meg a Monakónál is van egy ilyen kisebb visszaesés. Én úgy gondolom, hogy nagyjából ez lehet majd a vége. Azt meg, hogy kies, ki kies ki, ki, hát ez meg igazából teljesen mindegy. Úgyhogy ennyit szerettem ebben a videóban. Kommentben várom a véleményeket, hogy ti hogy látjátok, hogy melyik csapatnak mennyire lehet esélye, vagy szerintetek mi az, amit rosszul láttam. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!